Nagyon sokan haragusznak rám azért, mert arról beszélek, hogy a szex nem Istentől van, és Isten nem akarja, hogy szexeljünk az ő nevében, pláne nem Krisztus nevében. Pedig, hogyha értenék, hogy én ezt miért mondom, hogy ha újjá születünk, hogyha valaki újjá születik, egy nő, vagy egy férfi, egy feleség, vagy férj, újjá születik, ő gyermekké válik az élő Isten lelke által, a Krisztus szava által, és ő már nem akar szexelni. Az Úristen nem akarja, hogy az ő gyermekei szexeljenek. Miért? Azért, mert el akarja tőlük venni az örömöt? Nem, nem azért. Nem azért, mert sokkal nagyobb örömöt akar adni nekik, mint amit a szex kínál számukra. Ezért sokan ugye haragusznak, hogyha arról beszélek, hogy a szex nem Istentől van, és elmagyarázom, hogy pontosan az az elbukás. Tehát, hogyha valaki Isten és Jézus nevében újból házasságra akar lépni valakivel, újból vissza akar menni a házasságba, valójában Isten és Jézus nevében újból az elbukást választja. Kaptam egy nagyon fontos megértést, amit megosztok veletek is, meg fogjátok érteni, hogy miért tűnik úgy, hogy én a szex ellen beszélek. Én nem a szex ellen beszélek, emberek, hanem a mennyek országa mellett. Amellett, a kijelentés mellett, hogy az Úristen sokkal nagyobb örömöt kínál, mint amit mi valaha kaptunk a szex által, vagy bármilyen földi öröm által. Meghallgattam egy fiatalember bizonságát az interneten, azt hiszem, hogy horvát kacsinak hívják, egy aranyos gyermek, Istennek a gyermeke, teljesen biztos, nincsen semmi kétségem a felől. És elmondta, hogy miután... Istenhez fordult, miután befogadta a Krisztus szavát az ő szívébe, utána történt az, hogy az ő felesége megbetegedett, és valami nagyon súlyos betegséget kapott, aminek következtében lebénult, talán kómába is esett, és összetört teljes mértékben az ő élete, és majdhogy nem megtagadta Isten. Viszont utána eszébe jutott az, hogy az Úristen hogyan szólt hozzá, még gyermekkorában, hogyan vigasztalta őt, ugye a szent eszébe juttatta, és utána bocsánatot kért Istentől, hogy neheztelt rá, és azt mondta, hogyha ő most el fogja veszíteni a feleségét, ő akkor is hiszi, hogy Isten jó, Isten, Isten jó. Tehát így is, úgy is, ha elveszíti a feleségét, ha nem veszíti el a feleségét, Isten jó. És ekkor kapott egy Zsoltárt Istentől, a 91. Zsoltárból egy szakaszt, nem tudom már pontosan, melyik szakaszt kapta, melyik bekezést kapta egy gyanységes Zsoltár, ami arról szól, hogy megelégíti hosszú élettel, a nyomorúságában kiáltson hozzá, és őt megelégíti hosszú élettel. És bement a felesége ez a kórházba, és mint egy bolond beszélt az ő ágya mellett és olvasta a Zsoltárt az ő feleségének, és a felesége felébredt ugye a kómából, vagy abból a kómás állapotból. És Isten talprajtotta, sőt, megáldotta őket két gyermekkel. De tudjuk jól, hogyha az asszony, ha nő gyermeket szül, utána ő már ő is valamelyes gyermek. Nagyon sok nő elveszíti a, a szexuális étvágyát, a testi kívánságát, a nemi vágyat. Miért? Azért, mert látja azt, ami sokkal szebb és sokkal gyönyörűségesebb, mint az, amit ő testben megél azok az örömök, ugye, amiket ő testben megél, tehát sokkal nagyobb öröm a gyermeket látni, és a gyermek által gyermekké válni, mert ezért adta Isten a gyermeket az asszonynak és a férfinak, hogy ők is válnak gyermekké. A paráznaság miatt Emberek. Tehát nem azért adta Isten a szexet, nem azért engedte meg, hogy mi élvezkedjünk, hanem azért, hogy szülessen gyermek. És a gyermeket pedig azért adta, hogy elszakadjunk a testiségtől. Nagyon sok nő elszakad, vagy elszakadna a testiségtől a nemiségtől. Viszont ezt úgy kezeli a modern világ, mint egy betegséget, és meg akarják gyógyítani. Tehát valójában mit csinál az ördög, úgymond a fenevad? Az, hogy úgy a férfit, mint a nőt visszaviszi, visszataszítja a testiségbe. Pedig Isten megáldotta őket, gyermekáldást adott nekik, hogy váljanak gyermekké, hogy kívül lássák a gyermeket, hogy megkívánják belül, hogy ők gyermekké váljanak. De mivel ezt ugye az ördög átjátsza, ez a földhöz testi gondolkodás átjátsza az emberekben, ezért az Úristen megengedi a betegséget, a testi fájdalmakat, mert azáltal is el tudja venni Isten tőlünk a testiséget. És hallottam olyant is, hogy az Úristen elvette egy férfinak a feleségét. A feleség meghalt, beteg volt, és hát meggyengült, megbetegedett hirtelen semmiből, és tudta, meg fog halni, és elbocsúztak tőle, és a feleség távozott is, de visszajött, úgy, mint gyermek, és a férfi meg is vallotta, hogy Isten elvette tőle a feleségét, de visszaadta az ő személyében, az ő testvérét. Tehát ezt akarta mindenható Isten, ezt akarja helyreállítani a házasságon belül is, Gyermekáldás által, betegség által is, hogy a férfi és a nő ne úgy tekintsenek egymásra, mint egy hús darabra, hanem úgy, mint testvérre, és a testvérek nem szexelnek emberek. És itt Értsük meg a lényeget, hogy Isten nem azt akarja, hogy mondjunk le a szexről, hanem azt akarja, hogy ismerjük meg az igazságot, a nagyobb örömöt, a mennyek országát. Mert hogyha megismerjük a nagyobb örömöt, a kisebbik örömöt már nem kívánjuk, és egymás testét nem szeplősítjük meg, hanem úgy nézünk egymásra, mint testvére a testvére játszótársak vagyunk Isten örömében, és az Isten öröme, a mennyei öröm sokkal nagyobb öröm, mint amit az ember test által kapott, a szexualitás által kapott. Ezért engedi meg a mindenható Isten a betegséget, a házban, a házasságban, a férfinak, vagy pedig a nőnek, hogy váljunk gyermekké. Mert amikor az asszony beteg, akkor már nem a, nem a hús szafatot látott benne, azt a Jézabel, az a a magát kellető, magát a saját testi szépségét kínáló és kívántató nőt látott benne, nem a szajhát látott benne, hanem a gyermeket látott, a törékeny kis gyermeket. Ezért engedte meg a mindenható Isten az asszonynak, hogy megbetegedjen. Ezért engedi meg a mindenható Isten a férfinak, hogy megbetegedjen, hogy az asszony a férfiba már ne a csődört lássa. A kantlása, hanem a gyermeket, mert amikor a férfi beteg, akkor törékeny, és már látszik a lelke, és már közel van az ő lelke, hogy megszabaduljon, mert a betegséget is, a mindenható Isten felhasználja, úgy a férfi, mint a nő esetében. Hogy gyermekké formálja őket, mert ez az ő célja, mert a házasságot nem ő akarta, megengedte a testiséget, a nemiséget, a szexualitást, Isten megengedte, de törvény alá helyezte. Ezért a házasság nem olyan leány álom, mint amilyennek azt mi elképzeljük még az elején. Megengedte, viszont azt akarja, hogy a házasságon belül, hogy előbb-utóbb szembesüljön úgy a férfi, mint a nő, a testiség, a szexualitás hiába valóságával. És amikor a férfi és a nő szembesül a testiség, a nemiség hiába valóságával, akkor esét kap arra, hogy gyermekké váljon de viszont a modern világban ezt mi folyton átjátszuk, és mi folyton tuningoljuk, próbáljuk úgymond megújítani a mi szexuális életünket, a mi fenevad életünket. És ezért kell Isten megengedje a betegséget, úgy a férfinak, mint a nőnek, hogy ki aludjon, mert ő azt megengedte volna, hogy törvény által, kemény munka által, kemény házasság által a rutin által, a monotonság által kialudjon a testi szexuális étvágy. De mi ezt mi átjátszottuk, mivel hogy ezt mi átjátszottuk, ezért ő muszáj, hogy megengedje a testi betegséget ugye a férfinak, mint a nőnek, mert azáltal a felszínre kerül a gyerek, amely el van rejtve a férfiasság mögött, a férfiasság alatt, és a nőjesség és a paráznaság alatt, Érthető most már, hogy Isten miért engedi meg az ő gyermekeinek, úgy a nőknek, mint a férfiaknak, hogy megbetegedjenek? Azért, hogy eltűnjön a felnőtt, eltűnjön a férfi, eltűnjön a nő, és megmutatkozzon, megszülessen a gyermek, az élő Isten gyermeke. Ezért boldog, aki ezt hallhatta, és megérthette. Miért? Azért, mert ha valaki ezt felfogja, felfoghatja, elkerülheti azt, hogy súlyos testi betegség vagy szenvedés által történjen meg ez az átalakulás. Mert ez az átalakulás meg tud történni az igazság szeretete által. De aki azt nem választja, aki nem akar megtelni az igazsággal, a Krisztussal, a szívében, annak marad a törvény, a törvény, amely megtöri, megtöri a testet. A házasság törvények, különböző törvények, a betegség törvénye, ami megtöri a testet. És akkor a gyermek megszületik. Még a betegséget is Isten az őt szeretőknek a javára fordítja. A fenevad miatt, a férfiban lévő fenevad miatt van szükség arra, hogy az asszony beteg legyen, vagy pedig a nőben lévő fenevad, parázna, Jézabel miatt van szükség arra, hogy a férfi megbetegedjen és ápolja az ő férjét és lássa benne a gyermeket. Tehát amikor az asszony ápolja az ő férjét, akkor már nem a felnőttet látja, nem az erős férfit látja benne, hanem a gyermeket, és azáltal ő is gyermekké válik. Legalábbis esélyt kap arra, hogy gyermekké váljon. Ezért van sok szenvedés és sok betegség Isten gyermekeinek az életében. Mert nem ragaszkodnak, nem kívántak megtelni az igazság szeretetével, az igazság szerelmével, hogy megismerjék a Krisztust. Mert a Krisztus ismerete átformálja a felnőttet, gyermekké formálja őt. De hogyha mi ezt nem adjuk, akkor visszaesünk a törvénybe, akár a betegség törvényébe, ami megtöri a testet, megtöri a kemény férfi testet, és megtöri a parázna női testet. Akinek füle van, hallja meg, hogy miért kell, hogy megengedje Isten a betegséget. És aki ezt meghallja és megérti, az elkerülheti a betegséget, de akkor térden állva fohászkodjunk emberek, hogy Isten megadja nekünk az igazság szeretetét és annak örömét, mert az igazság szeretete szintén legyőzi a férfit, elveszi a fenevadat, az igazság szeretete szintén legyőzi a nőt, a parázna nőt elveszi a Jézabelt a nőből, és gyermekké formálja a nőt, és a férfit egyaránt. És ezért mondtam, hogy ez a legrövidebb, a legszebb, a legdicsőségesebb, és a leggyönyörűségesebb út. A Krisztusnak az útja, amit ő megmutatott, az igazság ismerete az igazság ismerete megöli bennünk a fenevadat. Hogyha a, nem az igazság ismerete öli meg bennünk a fenevadat, bennünk a szajhát, bennünk a latrot, akkor a betegség törvénye fogja azt megölni. De az már jóval fájdalmasabb, mint az igazság. Az igazság is fájdalmas, mert szembesülés van benne. Az igazságban szembesülés van, és az fájdalmas a léleknek, de Isten a javunkra fordítja, és a test nem kell fölöslegesen szenvedjen, nem kell szétszakadjon, nem kell megtörjön, nem kell tolószékbe kerüljön, nem kell kemoterápiára kerüljön, ezért mondtam olyan sokszor, hogy a leges, legfontosabb ajándék, amit az ember megkaphat, az valójában nem más, mint az igazság szeretete, a Krisztus szeretete, amikor újjá születünk az igazság ismerete és megélése által. Na akkor már nincsen szükség a betegségre, fölösleges betegségre, fölösleges megtörettetésre. De hogyha valaki nem születik újjá a Krisztus szava által, akkor még kap egy utolsó esélyt Istentől, hogy megtörjön a felnőtt, a férfi, a nő megtörjön a betegség törvény által, hogy a gyermek valamiképp megszabaduljon. Akinek füle van, hallotta, mit mond a lélek a léleknek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!